Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes dologba futottam bele, illetve ez nem is igaz, hogy most futottam bele. Ez a probléma már nagyon régóta fent áll az összes Linuxos videóvágó programmal. Nagyon jól le tudunk vágni bármit. Tehát egy házi videót el tudunk készíteni komolyabb, összetettebb dolgokat is a videóvágóinkkal, de egyetlen egy dologra nem találtam natív, tehát benne. Az adott programban natívan benne lévő lehetőséget nem találta meg. Mit? Én elég sok olyan dolgot készítek, ahol valamire rá kéne mutatni, tehát ilyen oktató videószerűségeket, olyanokat, mint itt a Linux csatornán. Mi a probléma azzal, hogyha én szeretnék egy darab folyamatot bemutatni és valamire rámutatni egy nyillal? Nem nagy kérés, igaz? Egy nyillal? Vagy egy téglalapot rátennék a képre? Mondjuk téglalapot KDN Live alatt rá lehet tenni kényelmesen, igazából mondjuk egy alakzatot, egy csillagot, egy célkeresztet vagy egyebet. Azt hogyan tudom megcsinálni? Tehát szeretnék mondjuk egy hatágú csillagot, nyolcágú csillagot rárakosgatni a képre, vagy esetlegesen arról beszélek, hogyan kell használni ezt a fájlkezelőt, és szeretném megmutatni nektek azt, hogy itt, ezen a ponton van valami. Itt ezen a ponton van valami. Oké, oda lehet menni a kurzorral, és hogyha véletlenül menet közben jut, vágás közben jut, ezért is indult el ez a gondolat, jut eszembe, hogy arra rá kéne mutatni. Oké, ki tudom nagyítani. Oké, meg lehet oldani, de mi a legkényelmesebb megoldás? Mi az, ami számunkra nagyon egyszerű dolog? Az, hogy ráteszünk egy nyilat. Ráteszünk egy nyilat, oda irányítjuk, és rögtön tudja mindenki, hogy miről van szó, vagy akármilyen alakzatot, átlátszó, na hát itt kezdődik a trükk, átlátszó hátterű alakzatot. Oké, átlátszó hátterű alakzatot lehet készíteni mondjuk akármelyik rajzprogrammal, vagy akármelyik vektorgrafikus programmal, de én nem vagyok ilyen ügyes, illetve meg tudnám csinálni, de nem sok kedvem van egy nyilat elkészíteni. Be kell szerezni valamilyen ilyen nyilacskát, ahogy itt lehet látni, már beszereztem egy nyilacskát, de gyakorlatilag megmutatom, hogy honnan is szoktam én beszerezgetni ezeket. Nekem van egy olyan kedvenc oldalam, amit úgy hívnak, hogy pngwing.com. Com. Az van odaírva, hogy com, de nem fizetős. Tehát nem egy fizetős oldal, ingyenesen le tudunk tölteni egy csomó dolgot, hogyha nyilakra van szükségünk, akkor beírjuk, persze úgy angolul, arrov, és lenyomjuk, és akkor egy csomó áttetsző, hátterű, nyíl közül választhatunk. Itt van számtalan nyilacska, van gyűjtemény is, van egyes letölthető dolog is, és letöltünk egy-egy ilyen nyilacskát, mert az lesz a feladat, kiválasztottam ezt, véletlenül pont erre bögtem rá, hogyan töltjük le. Az első körben a letöltésnél figyeljünk arra, hogy a mérete, bár igazából nem annyira számító, de jó lenne, hogyha a mérete nagyjából megfelelne nekünk. Azaz, mi az, ami megfelel? Hogy nem kell nagyítani, kicsinyíteni lehet. Kicsinyíteni egy képen könnyedén lehet valamit, nagyítani is lehet, de akkor pixeles lesz az éle. Pontosan az a probléma, ami a neve is mutatja, hogy ez egy PNG, tehát egy pontokból összerakott kép, azaz nem vektorgrafikus, persze lehetne vektorgrafikus képet is rátenni a KDN Live-ra, azt mindenképp tudom, hogy a színelerára is, tehát hogyha már pixel grafikusunk van, akkor természetesen, ha nagyon belenagyítunk, olyan lépcsős lesz a széle. Nem az kell nekünk. Nekünk az kell, hogy már a mérete is nagy legyen, megfelelően nagy, és ide beírjuk azt, hogy milyen méretbe jöjjön le nekünk a dolog. Nagyon jó dolog, nagyon jó dolognak tartom ezt, hogy meghatározhatod a méretet. Nyilvánvalóan az első körben beírsz egy ezrest, 1000x1000, az biztosan jó lesz, legalábbis a Full HD felbontásig egy nyílnak teljesen jónak kell lenni, majdnem lefedi az egész képernyőt, azaz igazából megfelelő lesz nekünk, mert mi picinyíteni fogunk. Amikor már lesz gyakorlatod, akkor már el tudod dönteni, hogy 200, 300 vagy 100 pixel, ami neked megfelel, és akkor letöltöd. Na hát, hogyha letöltjük, akkor azt mondjuk, hogy letöltés, és azt mondja nekünk, hogy le is töltödik. Előfordul olyan, hogy kidob egy képet, egy akármilyen betűk számokból álló össze-vissza képet, és be kell jelölgetni olyan sorrendben azokat a betűket, számokat, jeleket, amiket ő felsorol. És ezzel igazolod, hogy nem egy automata robot vagy, de most jelen pillanatban ezt nagyon szépen megúsztuk. Oké. Na hát, hogyan tovább? Nyilvánvalóan megindítjuk a színelerát, elindítom, és azt mondom, hogy cín, mert azzal indul, nyilván a kedvenc vágó programom. Itt
nem azért használom ezt, mert ő a kedvenc vágó programom, hanem azért, mert őneki van egy olyan lehetősége, bár sokan ezt nem szeretik, hogy minden, amit megnyit, az különálló ablakban fog megjelenni. Azaz, nem vagyok hozzákötve ahhoz, hogy milyen képi kinézete van ennek a programnak, tehát hogyan rakosgatja össze az eszközkészletét, hanem külön nagyobb ablakban meg tudom nektek mutatni, hogy mit fogok csinálni. Mert azt hiszem a vágóélt, a vágószalagot mindenki ismeri, ide fogjuk földobálni a dolgokat. Mi kell ahhoz, hogy neked legyen egy alapod, meg egy nyilacskád? Nyilvánvalóan ahhoz minimum kell 2 darab videósáv. Én azt szeretem, és valóban azt szoktam csinálni, hogy már az elején azokat a trackeket, vágó részeket fölrakosgatom, tehát annyi audio és videósáv lesz, amennyi minimum kell, mert menet közben már nem ezzel akarok foglalkozni. Következő gondolat, berakosgatjuk ezeket a dolgokat a mi tárhelyünkre. Színelerre ilyen fura módon kezeli a dolgokat, egy külön kis ablakocskába vannak az összes olyan eszközök, amik nekünk kellenek, hát nyilván az eszközök közül először is kontrolló, ez a leggyorsabb, megnyitja a böngészőt, berakjuk egyszer a nyilacskánkat, illetve berakjuk az előző videónkat, és egy okéra nyomunk, meg is jelenik. Azt hiszem ez nem valami nagy dolog, nyilván mindenhol így működik, ráhúzzuk. Nekem az audiósávok nem kellenek, az audiósávokat kitörlöm, lehetne, csak menet közben ne legyen mögöttem valami háttérzaj a hangszóromból, ezért kiszoktam törölni ilyenkor. Ahogy lehet látni, na hát látjátok, hogy nem látjátok, megnyitunk egy kompozítor ablakot, és a kompozítor ablak meg is van. Ezen szépen tudunk majd dolgozni, ez a videónak, a kész videónak a kinézete. Nyilvánvalóan innétől, ahol a kurzor van, valameddig a nyilacskának látszódnia kéne, azaz itt szeretném a nyilakat használni, ráhúzom, beállítottam, bemérete teszem a dolgot, tehát tólig idáig lesz a videó, az elejére megyek, hiszen keyframe-elni is lehet az adott dolgokat. Miért mondom, hogy nagyon jó dolog ez? Azért, mert úgy működünk ezzel a egy darab képpel, átlátszó, áttetsző hátterű képpel, mint egy videó résszel. Tehát pontosan ugyanazokat az effekteket, egyebeket kicsinyít, nagyít, elforgat, idetól, odaszínez, egyéb, meg tudjuk csinálni, mint egy videóval. Tehát nem egy olyan eszköz, amit adnak nekünk, és akkor esetlegesen nem tudjuk azt a részt, azt a nyilat effektelni másképp, csak ide-oda mozgatni. Persze professzionális, esetleg fizetős programokban ez nem ilyen bonyolult, nem kell ennyit macerálódni vele, de azért azt mondom, hogy mivel hogy a Cinelera, de a KDN Live, meg az egyéb vágóprogramoknál is így működik, pontosan tudja kezelni ezeket a dolgokat profi módon, és nem kell hozzá pluszt tanulni, hiszen hogyha az ember egy kicsit effektelt már, akármilyen egyszerű elforgatási effektet használt a Cinelerába, vagy akármelyik vágóprogramba, akkor ezt tudja használni. Na hát az agitációból ennyi elég, mert nagyon megdicsérem azt a leírást, amiből én szedtem, mert nagyon-nagyon jó gondolatnak tartom ezt, hogy így oldjuk meg az olyan dolgokat, ami nincs benne az adott vágóprogramba. Oké, hát a következő gondolat természetesen, hogy nekünk kép kéne, mivel hogy mi már professzionális Linux felhasználók vagyunk, rákattintunk jobb egérgombbal, és megmondjuk neki, hogy ő legyen mindig felül. Azaz ne ugorjon háttérbe a kép, ne mozduljon el háttérbe a ablakom, hanem maradjon mindig felül. A legtöbb ablakkezelőbe ezt meg tudod csinálni, akármilyen ablakkezelőt használsz, ismerd meg a lehetőségeit. Oké, látjuk, hogy megvan a nyilacska, de hát ide szeretnénk mutatni. Mi ennek a trükkje? Nyilvánvalóan 2 darab dolgot kell csinálni, egy pozíciót kellene elhelyezni, tehát hova menjen, hogy te ezt külön effekttel tudod megcsinálni a saját vágodba, vagy esetleg úgy, ahogy itt a Cinelerába, egy kis panel megnyitásával, az a te dolgod, meg jó lenne elforgatni. Na hát ennyi az egésznek a trükkje. Első gondolat az, és ezt mindenképp csináljátok meg, akármilyen vágóprogrammal dolgoztok, de még audio vágóprogramnál is, hogyha több sáv van, és a sávokat külön akarod kezelni, hogy azokat a sávokat, amiket te nem használsz, tehát nem nyúlsz hozzá most, nem érintesz, nem csinálsz vele semmit, azokat le kell zárolni. Hát itt nagyon egyszerű a zárolás, más módszer is van, de én most rákattintottam a lakatra, a piros lett, és akkor a hátteret teljesen biztonsággal
megvédtük, nem fogunk tudni hozzányúlni. Miért? Mert le van blokkolva, le van zárva. Nagyon szépen mutatja egyébként a piros. Oké, a következő gondolat, hogy hogyan lehet ezt méretbe hozni, rábökünk ide, és akkor azt mondjuk neki, hogy hát ez a nyilacska, ez a szürke nyilacska, hogyha kolorizálod, tehát színekkel, egyebekkel is el lehetne látni, de ez engem most jelenleg nem érdekel, ez a szürke pont megy a hátteremhez, a magyarázanedó részhez, ahol be akarom mutatni, hogy oda szeretnék mutatni. Hát ehhez képest ez eléggé drabális nagy, nem jó nekünk, összenyomjuk, kisebb lesz, kisebb lesz, kisebb lesz, nagyjából, hát ez még egy kicsit nagy. Oké, összenyomtam. Jó, hát ez nem jó helyen van, természetesen oda visszük, pozícióba visszük, ahova kell. Ops, ide szeretnénk húzni, egy kicsit följebb szeretném húzni, és a csúszkának vége. Mi a tendő? A színelera és a legtöbb vágóprogram úgy működik, hogy toll-ik határ között lehet mozgatni valamit, és igazából, hogyha elérkezel az egyhez, vagy a nullához, vagy 10-hez, a 100-hoz, a végponthoz, akkor nem tudod tovább tolni. Színelerába kitalálták azt, hogy mi az, hogy 100 a végpont, vagy 0 a végpont, lehessen 200-ig, akármilyen értelmetlennek tűnik, 200-ig is eltolni. Hát természetesen itt lehet látni, hogy a 10-80 a legnagyobb érték, odáig én nem tudtam eltolni, akkor majd visszamegyek ide, és akkor legyen 20-80, és akkor már is a csúszka helyreugrott, előbbre ugrott, mutatta, hogy ez az állás még nem a végpont, és akkor tovább tudom vinni, és nagyjából idáig szeretném, mert valamilyen ferte állásba szeretném elhelyezni. Nyilván értelemszerűen nem itt szeretném ezt tartani, hiszen oda kéne mutatni, akkor mit kell csinálni? Oppa, másik irány, megint elérkeztünk a végponthoz, a mínusz 1920-hoz, hát az nekünk nem elegendő, az a táv, ameddig tolni tudom, itt akkor legyen 29-20-ra, tehát ezerrel megemeltem a mozgatási lehetőséget pixelbe, tovább tolom, ops, hát ez kevés, nem oda ment, nem odáig ment el. Azért szeretek lépcsőzetesen lépteni, mert beállíthattam volna 10000-et is, de akkor a csúszka ugyanazon szakaszába 10000-et mozdít, és nem mondjuk kevesebbet, és kisebb a skálázási lehetőségem. Oké, az előbbiek szerint itt legyen inkább 3000 akármennyi, 3920, és akkor a csúszka megint helyre ugrott, és akkor oda tolhatjuk. Hát ez még mindig kisebb, mint amennyit én szeretnék, 4-esre megyünk, csúszkával játszunk. Egyébként egy idő után ez már nagyon-nagyon szépen megy. Oké, gyakorlatilag már úgy nagyjából jó helyzetben vagyunk, egy picit följebb szeretném vinni megint ezt az eszközt, itt egy kicsit igazítok rajta, hogy azért följebb mehessen a csúcs, oké, és egy picit húzom, és gyakorlatilag itt fog rámutatni, még nem ott mutat, természetesen, de mindjárt kitaláljuk, hogyan lehet. Nagyjából ez jó helyen van, átteszem a másik monitorra ezt az eszközt, miért? Mert a végén teljesen össze-vissza lesz itt minden, hát forgatni, hogyan forgatunk? Természetesen forgatni, úgy forgatunk, hogy effektust teszünk hozzá, például a rotate forgatás effektust hozzáteszünk, és hozzá is dobja az effektust. Oké, van rajta egy effektus, az, hogy most te hogyan teszed rá. Az teljesen mindegy, milyen néven van, mindegy, videóvágó, másképp nevezi, KDN Live-ba is másképp tudod felrakni, Shotcut-ba is, akármivel, másképp felraksz egy effektus, amivel forgatni tudod az eszközt. Oké, következő lépés, nyilván a forgatásnak az elkészítése, hát ezt szeretném elforgatni valamilyen állásba, hát a forgatás az így megy. Hát ez nekem nem jó. Miért nem jó? Mert ezen pont környékén fordul el. Hát nyilvánvalóan, ha ezen pont környékén fordul el, akkor én nekem azt a pontot valami, hogy a nyíl végéhez kéne vinni, hogy a fölött, a körül forduljon el, értelemszerűen oda fogjuk irányítgatni. Nem nagyon kell egyébként ezt úgy milliméter pontosan beállítani, ez a forgópont, ez az a pont, ami körül elfordul. Igazgathattuk volna az előbbi forgópont szerint is, de akkor megint tologatni kellene az eszközt, hát nem ezt szeretném. Megfordítjuk, és akkor bum, és már kész is van. Őt becsukjuk, oda mutat, ahova kell, igen, oda mutat.
Nagyon jó, ha oda mutat, akkor legyünk szívesek már, ha igazából precízek akarunk lenni, ezt a csúcsot egy kicsit közelebb vinni, rákattintunk erre, és akkor azt a csúcsot odébb piszkálgatjuk, megint megpróbáljuk oda tolni, ahol kell, vagy megfoghatjuk egyébként, és akkor megfoghatjuk és mozgathatjuk is, ahova kell, és szeretnénk mozgatni. Ha az összes mindenfélét becsukjuk, ott látjuk is a nyilacskánkat. Ennyi az egész. Egyszerű volt? Igen. Kényelmes? Igen. Ugyanolyan effektusokat rá fogunk tenni erre az egészre, mint akármelyik egyéb videoklipre. Ezért szeretem ezt a megoldást, mert effektelni ugyanúgy lehet, mint egy profi programba a saját eszközeit. Tehát ez egy sima videoklip, ami egyébként egy kép, amit jól összenyomtunk, aztán helyre rakosgattunk. Nagyon egyszerű a dolog. Valóban ennyi. Ez a 15 percet biztos megérte ez a gondolatsor, hiszen ezt bármelyik videóvágó programban, ami kezeli az átlátszó hátteret, azt a képet, aminek átlátszó a háttere, azt a videót, aminek átlátszó a háttere, ezt a módszert lehet alkalmazni. Nem nagy dolog. Én nyillal mutattam meg, mert az egyértelmű, de akármilyen grafikát, akármilyen, esetleg egy négyzetet, egy feliratot, vagy akármit fel tudsz rakni, ezzel kényelmesen nem vagy megkötve azáltal, hogy a rendszered, mármint a videóvágó rendszered mit tud és mit nem. Jellemzően a professzionális füzetős rendszerekben ez természetesen alapból bent van, ilyen nyilacskák egyebek elhelyezése vagy célprogramokkal történik, vagy a rendszerben bent van, de hát ahogyha a KDN Live-ban ebbe-abba, amiket éppen használunk, nincs bent, akkor rákényszerültünk erre a kis trükköcskére. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó videóvágást kívánok, sziasztok!